Az országban egyedülálló módon Székesfehérvár 13 éve sporttal ünnepel május 1-én. Az amatőr és profi sportolók a hagyományokhoz hűen a Petőfi szobornál találkoztak. Cserpakovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, Székesfehérvár büszke lehet arra, hogy a majálissal is megerősíti sportváros jellegét, és büszke lehet azokra a sportolókra is, akik meg annyi dicsőséget szereztek városunknak, majd átadta a Székesfehérvár sportjáért elismeréseket, amelyet ebben az esztendőben Hirt Károly, az idén 100. születésnapját ünneplő Alba Régia Atlétikai Klub elnöke, és Gáncs József, a Vasvári Pál Általános Iskola testnevelő tanára vehetett át. Aki szeretne sportolni, az megtalálja azt a sportágat, azt a mozgásformát, amit ő szeretne választani, és talál hozzá egy professzionális közösséget is. Köszönet az edzőknek, a szülőknek, gyermekeknek, fiataloknak és mindenkinek, aki sportol, és valóban már szép hagyomány az, hogy ilyenkor az összes sportolói közösség találkozik egymással, kicsit egymással is ismerkedik, a másik sportágába is betekint, azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos, akár a szabadidősportról, akár a diáksportról, utánpótlás sportról, iskolai sportról, vagy éppen az élsportról beszélgetünk. Fehérvár szerencsére ott van az ország érmezőnyében. A sportmajálison szokás szerint a városban elérhető valamennyi sportágat kipróbálhatták az érdeklődők, színpadi bemutatókkal és versenyekkel fűszerezve. A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia ebben az esztendőben is megrendezte tornáját, amelyben a névadóhoz méltóan minden korosztály megmutathatta tehetségét. Maga ez a rendezvény nagyszerű dolog, a város részéről, hogy egy sportmajál is tudnak létrehozni. Ezen belül nyilván nekünk kosárlabda nagyon fontos szempont, de nem szabad elfelejteni, hogy rengeteg sportág van még. Az, hogy itt egy ilyen sportmajáson keresztül a kosárlabdát tudjuk népszerűsíteni, és mondjuk a Dávid Kornél Akadémia ezen részt tud venni, az már nagyszerű dolog. Az ünnep idén is méltó volt a múlthoz, a jelenhez, és olyan jövőképet mutatott, amely bizonyságot adott, hogy Székesfehérvár nem csak a gazdaság és a kultúra, hanem a sport városa is, és megfelel a 21. század kihívásainak.